Látványos videóval hívja fel a figyelmet a zebrákon elkövetett szabálytalanságokra a rendőrség. A képsorok kedden jelentek meg, szerdától ugyanis az egyenruhások az egész országban elkezdik szigorúan ellenőrizni a gyalogos átkelők környékét. Azokkal a járművezetőkkel és gyalogosokkal szemben, akik az elkövetkezendő napokban szabályszegést követnek el, és ezt a kollégáim észlelni fogják, figyelmeztetést, helyszínbírságot vagy feljelentést fog eredményezni. Hát mindenkinek arra hívjuk fel a figyelmét, hogy az elkövetkezendő napokban különösen figyeljenek egymásra, hogy mindenki hazaérhessen. A rendőrök főleg olyan helyeket ellenőriznek, ahol gyakran szaladnak át gyalogosok az úttesten, annak ellenére, hogy ott nincs zebra. A kerékpárosokat is figyelik, náluk főszabály, hogy mindig le kell szállni a bicikliről egy zebránál, kivéve ha az átkelőt kerékpárút keresztezi. De az autósoknak is érdemes lesz figyelniük, mert a rendőrök őket is ellenőrzik. Az országban évente átlagosan 2500 gyalogosokat érintő baleset történik, a zebrán gázolásoknak pedig 3%-a végződik tragédiával. A 2020-as Tolna megyei adatok ebben a tekintetben azt mutatják, hogy összesen 28 gyalogos elütés történt megye útjain, ebben összesen 29-en sérültek meg. A baleseteket 8 esetben a gyalogosok okozták, ez sajnos egy baleset tragédiával végződött, a többiben pedig hol könnyebben, hol pedig súlyosan sérültek meg a gyalogosok. A Zebra Terv nevű rendőrségi akciósorozat péntekig tart.